Talajból és talajvízből vettek mintákat az Illatos úti vegyi művek környékén. Ultramodern magánegészségügyi központ nyílik Ferencvárosban. Idén is két helyszínen biztosít napközis tábort az önkormányzat. Köszöntjük Önöket! Ferencváros önkormányzata a lakosság tájékoztatása érdekében az Illatos úti vegyi művek 800 méteres körzetében a MÁV Aszód és a József Attila lakótelepen talaj és talajvíz vizsgálatára pályázatot írt ki. A nyertes független akkreditált cég a mintavételt múlt héten elvégezte, eredmények augusztus közepén várhatók. Ferencváros önkormányzatának képviselő testülete május 21-én döntött arról, hogy pályázatot ír ki a vegyi művek Illatos úti telephelyének lakosság által érintett területén a talaj, talajvíz, valamint az illatos árok vízminőségére vonatkozó vizsgálatok elvégzésére. A nyertes Veszlin Kft. Július 22-én kezdte meg a mintavételt, amit aztán majd laboratóriumban vizsgálnak be. A talajvíz mintavételhez kutat fúrtak az aszódi lakó telepen a táblás közben, a József Attila lakótelepen a Csengettyű utcában, valamint a Napfény utca végén a piac melletti területen. Talajvizet vettek meglévő monitoring kútból az Illatos úti app telepen, és felszíni vízmintavétel is történt az illatos árok vizéből. Alapvetően a mélyforrásoknál a talajvizet szeretnénk elérni. Felszín kőzetréteg, ami egyben talajt is jelent, alul egy vízzáró réteggel van elzárva, és e fölött szokott felhalmozódni a talajvíz, ami általában szennyezett, legalábbis ivóvíznek a legritkábban alkalmas. Ebben a talajvízben nagy valószínűséggel találhatók azok a szennyező anyagok, amiket keresünk. Nem csak itt, máshogy is, tehát ez nem pont ennek a környéknek a problémája, de nyilván itt egy nagyobb koncentráció is várható, amennyiben találunk valamit, ha meg is látjuk, ami esetleg a gyárból jött ki. Tehát a talajvíz egy nagyon fontos, monitorozható, nagyon fontos indikátor víztest, aminek a szennyezéséből meg lehet állapítani, hogy valamikor nem mostanában, hanem régebben mi került le mélyen a talaj alá. Ugye ez a talajvízbe. Hogyha a talajmintát veszünk, akkor azt nézzük meg, hogy a talajnak a szemcséjébe, a talaj részecskéjébe milyen módon tudott beépülni a szennyezőanyag. Család, mert sok minden vegyületet vizsgálunk majd most itt, és ennek a talajnak a vizsgálata azért fontos külön, mert az adja a növényeknek a tápterületét. Ugye, tehát a gyökérek jelentős része, a gyökérzóna, az 50 centi alatt nem nagyon fordul előtt. Ezt persze vannak fák is, mérehatoló gyökerű növények, ilyen például a tök, ami pont nincsen. A felszínvíznek a mintázása meg azért fontos, mert az illatos ároknak az iszapjából a vízbe mennyi káros anyag tud még visszaoldódni. Feltételezem, az lesz a legkevésbé szennyezett, mert folyamatos vízutánpótlás van, akkor hát az árok nem hiszem annyira szennyezett lenne. Mikor várható, hogy lesznek eredmények? 30 napot vállaltunk a szerződés aláírását követő 30 napot, ami azt jelenti, hogy augusztus közepetáján végzünk a munkával. Hát a fúrás órákon belül elkészül. A fúrásból származó vízmintákat és talajmintákat a laboratóriumba szállítjuk, ott megvizsgáljuk a különböző szerves szervetlen anyagokra, és amikor elvégeztük a vizsgálatokat, akkor kiértékeljük. Természetesen a vizsgálat eredményeiről is híreinkben tájékoztatjuk Önöket. Augusztustól várják a betegeket a Lechner-Ödön Fasor egyik irodaházában. Magánberuházásból létrejött Duna Medical Center szakrendelőjébe és egynapos sebészeti központjába. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, itt a Soroksári út és a Haller utca kereszteződésében lévő félbehagyott épület helyén magánkórház épül. A beruházás első ütemeként néhány épülettel odébb, ennek az irodaháznak 4 emeletén, hamarosan a betegek előtt is megnyílik a Duna Medical Center járóbeteg szakrendelője és egynapos sebészete. Az átadó ünnepségen lehetőség nyílt megtekinteni a valóban ultramodern, sok esetben Dunai Panorámás egészségügyi komplexumot. Kísérőnk az intézmény orvosigazgatója, dr. Ungár László, szülésznőgyógyász volt. Érdekes ötletnek tűnik, hogy egy irodaházban kerüljön kialakítás, ugye az egynapos sebészet, illetve a járóbetegellátás. Miért így alakult ez? Részben a helyi adottságokból egy egyetlen lehetőség adódott, mert a kórházépület környezetében mindenütt irodaházak vannak. Az irodaházakat úgy építik, hogy nagyon könnyű bármivé átalakítani egy irodaházat. Egyébként úgy tűnik, hogy Budapesten szinte már nincs olyan shopping mall, amiben ne lenne egészségügyi intézmény is, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez úgy divattá is válik. 4 szintet foglalunk el
ennek az irodaháznak ebben a szárnyában. A legfelső szinten vannak a műtők és a betegszobák, az alatta levő szinten van 25 rendelő, az első szinten van a recepció, a gyerekgyógyászat és a fizioterápia, és a földszinten van a diagnosztikus részleg. Van néhány olyan eszköz, ami kétségtelenül új kezelési vagy diagnosztikus lehetőséget jelent Magyarországon. Ez a speciális mammográfunk például, aminek a találati biztonsága az emlőrák szűrésben jobb, mint a kevésbé szofisztikált készülékeké. Az ultrahangkészülékeink közül kiemelkedik ez az ominózus E10-esnek nevezett Voluson készülék, amiből ez az egy van Magyarországon, és ami biztos sok örömet fog jelenteni a babát váró családoknak, mert soha nem látott minőségben lehet majd háromdimenzióban látni a majd megszületendő babát. És a műtőnk az csupa új készülékkel van felszerelve. Egy nagyon korszerű készülék, a háromdimenziós laparoszkópunk is. Egyáltalán az intézet az orvos technológia csúcsát alkalmazza, és hát remélem, hogy mindenki, aki átnézi a weblapunkon az orvoslistánkat, az úgy fogja gondolni, hogy nem csak az eszközökben, hanem az azokat használó orvosok kiválasztásában is nagyon igényesek voltunk. Professzor urat természetesen arról is kérdeztük, hogy a félbehagyott épület helyén mikor kezdődik el a magánkórház építése. Ezzel kapcsolatban csupa jó dolog történt az elmúlt időszakban. A legfontosabb jó dolog, hogy megkaptuk az építési engedélyt, ami egy kórház esetében egy elég komplikált procedúra. Részletes kiviteli tervek elkészültek, azokat minden szakmai és befektetői csoport elfogadta, és most folynak a tárgyalások a kivitelezésről, úgyhogy tendereztetés folyik. Én bízom abban, hogy a következő 2-3 hónapban elindul effektíve a fizikai építkezés, és hogy az egyébként gyönyörűen fejlődő Ferencvárosnak ez a sebb helye, hogy hívják, ez begyógyul, és ez lesz a legszebb épülete a városnak. A ferencvárosi nyári napközis táborokban jártunk, amiért a családoknak csak az étkezést kell fizetniük, a rászorulóknak pedig teljesen ingyenes. Ferencváros önkormányzata a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül támogatja, szervezi a nyári napközis táborokat, melynek helyszínei idén is változatlanok. A középső és belső ferencvárosi gyerekeket a Mester utcai Molnár Ferenc általános iskolába várják. Most elsőnek vagyok itt, még ez az első évem, de nagyon szeretek itt lenni, mert különböző programok vannak. Szoktunk menni kirándulni, meg van úszás, és szoktunk kimenni játszóterekre is. Már ez a harmadik évem. Én azért szeretek ide járni, mert sokat tudunk focizni, meg jó a közösség. Én már 4 éve itt vagyok, és mindig különböző programok vannak, egy csomót focizunk, sokat játszunk, meg beszélgetünk, és tök jó, hogy így új barátokat tudunk szerezni ebbe a táborba. Az elmúlt évekhez képest a júliusi hetekben csökkent a létszám, de júniusban 143 gyermeket fogadtunk hetente, most lecsökkent 90 és 80 fő közé a résztvevő gyerekek száma. Volt már az előző hetekben buszos kirándulás, ahol el tudtunk látogatni a Szentendrei Közlekedési Múzeumba, és voltunk egy erdőben is kirándulni, melyet nagyon élveztek a gyermekek. A napi úszást biztosítjuk a gyermekek számára, kézműves és sportfoglalkozások állnak rendelkezésre a gyerekeknek, melyek közül választhatnak. Célunk az, hogy a gyermekek minél jobban érezzék magukat a táborban. A nagyok számára egy angol nyelvű hölgy tart nekik foglalkozást egy órában délután. Ezt is nagyon élvezik a gyermekek, és így az angolt is gyakorolják. Mennyi időt töltesz most a nyáron ebben a táborban? Hát az egészet, csak az utolsó heteket nem. De amúgy itt vagyok egész nyáron, és jól el vagyunk a barátaimmal. És az nem furcsa, hogy iskolában vagytok ilyenkor nyáron is, bár ugye sokkal kötetlenebbül, mint évközben? Hát, de kicsit furcsa, de legalább nem tanulunk. Láttam valakinek a kezében egy kötelező olvasmányt is, a Pál utcai fiúkat. Olvasgattok is, azért készültök az őszre kicsit? Persze, én már kiolvastam. Uh-huh. És van egy olvasónapra, amit ki lehet tölteni. Rövid, nagyon. És hogy tetszett? Hát
Jó volt, egy kicsit szomorkás, de amúgy jó. Gyorsan ki lehet olvasni. Már a felénél járok, és szeretném kiolvasni, mert már nagyon izgalmas részeknél tartok. Én már kiolvastam, de nagyon sajnálom, hogy vége lett. Na, de még itt a nyár többi része, úgyhogy elő lehet más könyveket is venni, és lehet olvasni. Szeretsz olvasni? Nagyon-nagyon szeretek. Én nagyon ilyen könyvfóbiás vagyok. És most mi lesz a következő, amit olvasni fogsz? Hát most az Eragon harmadik kötetét olvasom. Lehet jelentkezni folyamatosan, a lényeg az, hogy a tábort megelőző hét szerdán az ebédbefizetés megtörténjen, mert csak ez a feltétele a tábornak. Egy jelentkezési lapot az iskola portáján fel tudják venni és ki kell tölteni, hogy a gyermekekről minden adatunk meg legyen, hogyha valami probléma történjen, akkor rögtön tudjunk intézkedni és kell keresni a szülőket. Aszfalt rajzverseny zajlott, ott jártunk korán Lobogó utcai Vörös Sándor iskolában. Ebbe a napközis táborba a lakótelepről érkeznek a gyerekek. 11. éve, hogy fogadjunk szeretettel Vörös Sándor általános iskolában a napközis táborozókat egész nyáron, június 16-án, augusztus 19-éig. Júniusban átlagos létszámunk az 110 volt, most átlagos létszám körülbelül 80. Általános napunk úgy alakul, hogy fél 9-ig beérnek a gyerekek, megbeszélünk az aktuális programokat, reggelizünk, 9-10 között indulnak a foglalkozások, a kollégák vállalnak sport és kézműves foglalkozásokat. Van lehetőséget úszodát igénybe venni, minden nap 2-3 órát úsznak a gyerekek. Azon kívül nagyon sokat szoktunk megmozdulni, kirándulni, tehát például nagyjátszó, lakótelepi nagyjátszóra mindegyik szerdán, ami önkormányzat szervezi, és vehetünk igénybe a színházi előadásokat, kézműves foglalkozásokat. 2 hetente tudunk menni kirándulni, az önkormányzat biztosíti külön busz nekünk, így voltunk a Diósi Jenői szabadidő parkba, holnap megyünk például Skanzenbe, Szentendrei Skanzenbe kirándulni, és akkor Velencei tóhoz tervezünk Tabajdra. Hogy bírják a gyerekek a nagy meleget? Voltak nagyon meleg napjaink, azzal próbálunk enyhíteni, az egyik az uszodai foglalkozás, nagyon-nagyon jól lesik ilyen melegbe, és mindenféleképpen a nagy melegbe ebéd után szoktunk csendes pihenő, idézőjelben csendes pihenőt tartani, tehát filmvetítés, kézműves foglalkozás, társas játék a terembe, és csendes pihenő után tehát slagpartit is rendezünk, locsolunk, és ilyen kis iskolai plázsot is szoktunk csinálni, mivel nagyon szép udvarunk van, ahol műfűt és a padokat is szép környezetet fel tudunk használni erre. Mindkét napközis táborba folyamatosan lehet jelentkezni, és csak az étkezés díját kell megtéríteni. További szép nyári napokat kívánunk Önöknek, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!